A Szabolcs majd megadja a jelet, hogyha... Jó. Most. És ne kérjétek protokoll szöveget, mert aki nem ismer, vagy személyesen, aki tudja, hogy ismer. Jó, akkor eldördünk a startpisztoly. Gyakorlatilag sokaknak ismerős lesz, amit mondok, mert tegnap, akik itt voltak azoknak, vagy ott voltak végében, azoknak sok mindent már elmondtam. Én csináltam egy kicsit erre a mai napra aktualizált előadást. Egy pár perccel ezelőtt szembesültem, hogy azt a programot nem tudja megnyitni ez a gép, mert az OpenOffice nem tudja, de ez az én hibám, mert át lehetett volna konvertálnom indulás előtt, de nem sikerült. De gyakorlatilag erre a zalaegerszegi előadásra épül a képek nagy része, tehát ugyanaz, csak egy kis magyarázkodás, hogy most miért nem az van, hogy Székelydája, nem tudom, hanyadika, április 1-e, hanem zalaegerszeg, de hasonlítani fog. Még annyit, hogy nyugodtan kérdezzetek közben, tehát hogy legyen vagy interaktív, de szerintem ezt meg fogjátok tenni. És úgy, ha a kérdés merül fel, akkor közvetlenül tudok válaszolni. Ki kéne? Vagy diázni, ugye? Diavetítés, hogy van ez. Az a baj, hogy csak... Hát diavetítésnek szeretném elindítani, de az még nincs olyan rajta. Megpróbálom. Figyelj csak, ott vannak azok a nyilak a két szélén. Így már nagyon. Így már nincs. De ott van. Ott van is csak. Ott, ahol húznak. De kéne olyannak lenni a diavetítés. Hát... A file menüben esetleg. Na. Nem. Nincs. A fájba se volt? Nincs. Érdekes. Nincs. Teljes képernyős mód. A nézetben volt egy teljes képernyős mód. Na igen, csak ez az egér, ez jó. Kéne egy titkárnő. Ctrl L. Micsoda? Ctrl L. Nagyszerű. És akkor majd nyilakkal megyek előre. Nem ide készült ez a kép, de ez itt nagyon aktuális. Ugyanis a közelbe készült. Valaki a megfejtésbe lehet dobni majd a erre kialakított helyre. Nem dája. Nem dája egyébként. Mindegy. Az is hálásabb feladat itt ezt előadni, ugyanis ennek az amit mi alkalmazkodó gyümölcsészetnek hívunk, ennek sokkal mélyebben élnek Erdélyben a gyökerei, sokkal könnyebben megvalósítható, vagy vissza lehet térni ma is ehhez a rendszerhez, amit mi alkalmazkodó gyümölcsészetnek hívunk. Ugyanis ez ellentétben a ma divatos, amit ma nyomnak iskolába, tudomány előadásokon, ez az iparszerű gyümölcstermesztés, aminek egyetlen célja van, egyetlen lényege van csak a gyümölcs, és nem is egyetlen a gyümölcs, hanem a pénz. Tehát a mai iparszerű gyümölcsészet az pénzt termel, gyümölcsön keresztül. És ezekben a gyümölcs ültetvényeken gyakorlatilag legtöbbször nincs növény se, ez egy technológia. Különféle technológiák vannak erre is, de ezekben én nem fogok belemenni. Ezzel szemben az alkalmazkodó gyümölcsészet, ez egy évszázados vagy évezredes múltra tekint vissza. Ez egy komplex rendszer. Sokan ma is ezt művelik, tehát talán itt Erdélyben ezt talán vagy könnyebb, vagy nehezebb emiatt elmagyarázni. Tehát egy komplex rendszer, amiben a gyümölcsökkel együtt él az ember, egy gyümölcsligetes rendszerrel, együtt él az állatok benne vannak, kicsi állatok, nagy állatok,
egy együttműködés zajlik a különféle tényezők között, és nem egyféle haszna van ennek a rendszernek, és nem is elsősorban a gyümölcs az a haszonvétel, hanem sok-sok apró haszna van. Itt gondolok arra, hogy az az állat, amit tartunk, akár bivaj, akár tehén, akár birkák, mondjuk kecskét, azt nem engednék be a gyümölcsösbe, de nagyon sok, a baromfit mindenképp, tehát a baromfi sokféleképpen hasznos, de emellett a méhészkedés, a konyhakert, tehát ez egy olyan komplex rendszer, ami egy kicsit több odafigyelés, az elején, én azt mondom, hogy az elején kicsit több munkát is igényel a kialakítása, de mindenképpen egy esztétikusabb, egy ember szempontjából harmonikus, és talán a közösségi létet is előrevívő dologról van szó. Mutatok néhány képet, és ezeknek a egy része Erdélyben készült, más része... Az első kép az a Homoró Dalmási kedvenc kertünkben készült, egy régebbi kalák alkalmával. Van egy gyönyörű kert. A másik legtöbb kép viszont, vagy valójában a legtöbb kép Visnyeszéplakon készült, mert ott próbáljuk többen is próbálunk kialakítani egy ilyen rendszer. Visnyeszéplakról van egy nagyon jó kis légifotónk. Látható, hogy nem egy szokványos településről van szó, hogy utca és házsorok, aszfaltút, stb. Villanyvezeték, egyebek, hanem maga a település is egy ligetes szerkezet. Tehát itt is egy ház, ott is egy házcsoport, stb. Ugyanúgy, hogy a gyümölcsökből is elképzelünk egy ilyen laza, de rugalmas szerkezetet, ugyanígy a Visnyeszéplaknak eredetileg ilyen a település szerkezete. Ez úgy alakulhatott ki, hogy valójában ez 150 évvel ezelőtt egy szőlőhegy volt, és egy idő után ott maradtak, vagy kiköltöztek, vagy beköltöztek, vagy oda költöztek a lakók, és így egy állandó településé alakult a 1900-es évek elejére. Tehát egy állandó lakossú településé. Hát mikor mi oda költöztünk 92-ben, akkor összesen 35 lakosa volt. Ahhoz képest, hogy a idősek szerint a 40-es, 50-es években 600. Tehát a 600-ról csökkent a 20-ad részére körülbelül a lakosságszám. Hát amit mi elértünk, az, hogy most majdnem 200-an laknak, tehát az eredetinek majdnem a harmada már, tehát föltornáztuk 5-szörösére, 6-szörösére a lélekszámot, nagyon sok gyerek van, de ebben most annyira nem megyek bele, hogy a milyen közösségi dolgok vannak. Ezt nem tudom, Szabolcs ezen ott volt, ezen az almaszedésen. Aki csinálta a képet, éppen akkor repült fölöttünk. A Norbi, igen. Nálunk is vannak, hála Istennek, ilyen szép nagy almafák. Ez egy kanizsai alma, általában csak abban a régióban ismerős. Nagyon sok ilyen tájnév van egyébként, ami csak egy adott körzetre, vagy ilyen kis tájegységre vonatkozik. Máshol egész másképp hívnak almát, ez is a gyümölcsészet egy szép dolga, hogy ezeket összehozni és kideríteni, hogy melyik fajta volt terjedte, milyen néven, milyen néprajzi elemek kötődnek hozzá, stb. Hát ez körülbelül, én metszettem is ezt a fát, a tériszonyom nem volt egy egyszerű dolog, szedni se, de ezen a fán tud teremni 6-7 mázsa alma. Nem minden évben természetesen, hanem tehát pihen és egy-két évet pihen egy ilyen nagy termés után, de 2-3 évente egy ilyen 5-6 mázsa almát le tud teremni. És akkor mondjuk egy tűzoltó autó szerencsésen, de... Na hát, ilyen kép is van benne. Ez egy másik közös
akció szintén visnyeszéplakon, és ez egy batulalma, tehát a tipikus gömbkoronával, na ezen is volt 5 mázsa abban az évben körülbelül. Tehát ez most kicsit a nagyfák dicsérete is. A maga a rendszer, tehát rendben van, megvannak az öreg fák, látod, nagyon szép gyümölcsös, de valahol el kell indulni, hogyha éppen van egy területed, vagy sikerül szerezned egy területet, vagy örökölsz egy területet, és nincs rajta semmi, akkor valahol el kell indulni, hogy kialakíts egy ilyen rendszert. Támpont nem nagyon volt, illetve annyi, hogy vannak ilyen permakultúrás barátaink tőlük, például Bai Béla, tőle is kértünk tanácsokat annak idején, és azt tudni kell, hogy ez a rész, mikor oda költöztünk, részben szántó volt, részben régebben volt szántó, tehát egy parlagon hagyott terület, és ebből alakítottuk először kaszálóvá, és utána, hát most már ilyen legelő kaszáló, tehát már borzeresek ide is kijárnak, és szép folyamatosan alakítottuk ki egy ilyen vegyes, ligetes rendszert. Tehát ez azt jelenti, hogy az a legideálisabb, amikor eltérő életkorú fák, tehát akár 0-tól 100 évesig is megvan a rendszerben, és eltérő fajú és fajtájú gyümölcsök. Egy ilyen vegyes rendszerben a betegségek nem terjednek, tehát akár érzékenyebb gyümölcsöt is be lehet ültetni, akkor sem, én nem permetezek egyáltalán. Tehát ezt a gyümölcsöst én nem permetezem. Bár egy egyensúly, és ezt a Lantos Tamást, aki egyik mesteremnek tartom, ő végezte el, vagy végződött el nála ez a kísérlet. Megtaláltak a gyümölcsösébe, amihez ő még kevesebbet nyúlt akkoriban hozzá, mint én, egy egyetemi kutatás keretén belül mindent megtaláltak, minden betegséget, minden kártevőt, de nem annyira látszódott, ugyanis megvoltak a kártevő kártevői. Tehát egy olyan egyensúly volt beállva, megvoltak a betegségek, de a rendszernek megvolt az ellenálló képessége, hogy emellett ő azt termett. Nem minden évben csúcsra járatva, mert ha csúcsra járatsz egy rendszert, lásd intenzív gyümölcsösök, akkor azoktól ne várjál 10-20 évnél, most már inkább 10 évnél magasabb életkort. Erre is vannak beállítva. Tehát egy modern gyümölcsös maximum 10 év, akár almás, akár körtés. Utána kivágják, és tabula rasa, újra indul a dolog. Jó esetben valami más növényen, de rosszabb esetben ugyanazzal. Na, és itt látható, hogy én tereket hagyok, nem ültetem egymás szájába a fákat, illetve olyasmit logikai alapon is meg lehet csinálni, hogy a nagyobbra növő fák, mint például van ez a cseresznye, alma, körte, ezek között meghagyok egy 8 méteres távolságot, minimum 7-8 méter, de közé akár be lehet ültetni egy őszi barackot, az úgyse fog 15 évnél hosszabb ideig élni, tehát kvázi nem is nevel akkora koronát, vagy egy medgyet be lehet ültetni. Az se fog olyan hatalmas koronát nevelni. A alakítás azt én is alakíthatom, tehát nem kell megválni még ekkorában egy formában, azt én visszavágyszatom a növekedését. Egyszerűen a fának? A meccésre, Ebbe majd bele fogunk menni, mert ez nem egészen szabályozhatott, persze, csak kérdés, hogy hogy. Mi a nagy, tehát annak a hívei vagyunk, hogy egy fa nőjön, amekkorára szeretne. Mert ha te már beleavatkozol, akkor bizonyos kényszerlépéseket fog tenni a fa. De majd haladjunk sorjába. Tegnap volt. Ma is lesz, csak majd a vége. Hát a meccést kértétek, arról fogunk beszélni. Hogy fogok beszélni, de remélem, hogy fogunk többen is. Látjátok, középen az egy megyfa, azt még az első években ültettem. És hát akkori eszemben végülis ez hibának számított, ugyanis a szomszéd bácsitól elültettem egy sarjat, egy megy sarjat, cigány megy sarjat, és
azzal nem számoltam, ugye, hogy ez tovább fog sarjadzani. És hát ez bosszantott is egy ideig, hogy ott jönnek a kis sarjak, aztán rájöttem, hogy hát milyen csodát csináltam, hát ebből az egy megyből kialakítottam egy megyligetet. Csak megfelelő távolságra kell meghagyni a megyeket, tehát nem szabad azért, hogy nagyon sűrűn legyenek, és akkor kész van egy megyligeted, egyetlen egy megyből. Jó, kell 10-15 év hozzá, de időnk tengernyi. És most már erre rá is játszok. Tehát kaptam azóta, meg találtam Monilia rezisztens, ennél a cigánymegynél édesebb, nagyobb szemű megyeket, sarjakat elültetem, és megyligeteket alakítok ki olyan helyeken, amiket másra így nem nagyon használnék. Tehát nem kell oltogatni, meg egy csomó fát elültetni, egy fát elültetek, és azt ügyesen úgy kell terelgetni, hogy legyen köztük szellős rész, tehát ha túl sűrű, akkor ugye a betegségek, monilia meg egyebek elég könnyen megtámadják. Itt egy kép a domboldalról, itt is látszik, hogy van egy nagyobb tér, bár azóta ez már be van ültetve, sőt ide egy kajszit is oltottam, de szellős a rendszer, ez a növényvédelem szempontjából alapvető fontosságú, mert ha valaki nem megrögzött bió, akkor is kevesebb vegyszert kell használnia. Mert a sűrű, egybérő lombkoronák nedves időben sokkal jobban terjesztik a gomba betegségeket. Hát ez most, hogy a gyümölcsöst igazítottuk a focipályához, vagy a focipályát a gyümölcsöshöz, ezt mindenki eldöntheti. Minden esetre itt egy magyarósor van, mellette ültettem ilyen különféle régi almafajtákat, a pálya mögött is vannak ilyen fácskák beültetve. Török magyaró, ami ott talán a legnagyobbra nő, tehát egy teljesen vegyes rendszer. Tehát ez is a élettér. Hú, ez nem ide lett számva. Tehát a régen a hulló gyümölcsel nagyon nem tudtunk mit kezdeni. Egyrészt, mert még nem volt ilyen ivó lékészítő cucc a faluban, mint ami ma van. Aszalni ennyi gyümölcsöt nem tudtunk. Pálinkát én nem nagyon főztem almából, mikor rengeteg körtem van, meg szilva, akkor almából minek. Lehet, hogy ez itt most véteknek számít egy ilyen elszólás, de nálunk így a bőség zavara. De mióta 5 éve van kárpáti borzeres terneink, azóta már nem probléma a hullott gyümölcsnek, mert tejet csinálunk belőle. Hát igen, ezért lett volna jobb a másik képsor, mert itt kicsit össze vannak keverve a képek itt a mi gyümölcsészetünknek a egyszerű technikáiról van néhány kép, hogy gyümölcslé készítés ugye többféle módon és többféle nagyságrendben elképzelhető. Ez a legkisebb, amikor 1-2 kiló gyümölcsöd van. Van egy ilyen spéci kis szerszám, ilyen húsdarálónak néz ki. Ledarálod, kijön a lé, egy óra alatt lehet mondjuk 1-2 liter levet csinálni. De nagyon finom. És nem kell hozzá kőolaj. Hát ez egy ismerős kép. Ez itt készült a szomszédba. Ez már egy más nagyságrendű ivólékészítés. Ez egy másik fajta gyümölcslékészítésnek a alapjai. Tehát azt volt egy ilyen csoport, akinek képzést tartottunk, és a helyes cefre készítésnek a szabályait, mert nem tudják az emberek még falun se. A legalapokat. Hát eleve nálunk ez a műanyag hordós dolog terjedt el, mert viszonylag ezek a 120 literesek még mozgathatók, és ebbe egy légment, hát úgy légmentesen, hogy a oxigén ugye azért bemegy, de utána légmentesen el lehet zárni, tehát könnyen kezelhető. De az alap az, hogy
viszonylag egészséges gyümölcsöd legyen, amiből csinálod, érett legyen a gyümölcs, és legyen, bocsánat, aprítva. Tehát, hogy vagy ledarálva, van répadaráló, vagy ilyesmivel, vagy nekünk van ez a törőberendezés, nem tudom mennyire látszik. Egy rossz ásróból csinált egy kovács, és egy vödörbe azzal összetöröm, és akkor úgy teszem bele a hordóba. És hogyha az az optimális, hogyha ilyen 18-20 fokon megoldható, hogy akkor, hogy ezen a hőmérsékleten erjedjen ki a cefre, mert akkor a illatanyagok akkor maradnak leginkább benne. Nyáron nagyon, szinte megoldhatatlan, mikor 30 fok van, 35 fok van kint. Ezért szerintem a nyári gyümölcsökből készített készült pálinke nálunk nem is szoktak ilyen jók lenni. Amik már ilyen ősziek, tehát mondjuk a besztercei szilva, vagy a őszi barack, vagy a őszi körték, akkor már tudom ilyen 20-25 fokon tartani a hőmérsékletet erjedéskor, azok sokkal ízletesebbek. Szilvát is összetöröm, ugye? Szilvát is összetöröm, de nem ezzel a cuccal, azt simán egy vödörbe, egy doronggal óvatosan összetöröm. Egyből, hát régen kimagoztam egyből, óriási meló volt. És ezt évekig csináltam. És amikor van 5 hordó szilvád, az nagyon sok időt elvisz az életből. De egyszerűsítettem, ugye öregszem meg, hogy lusta kertész, lusta gyümölcsész, az nem mindig hátrányos, hogy belemegy a mag a hordóba, de az a lényeg, hogy főzésnél ne legyen benne. Tehát amikor kierjedt, akkor én átfejtem egy másik 120 literes hordóba, egy műanyag rekeszbe, ügyesen egy fél óra alatt egy hordót, vagy 20 perc alatt egy hordót át lehet pörgetni. És azért lehet be először összetörtem? Persze, hát a kiforráshoz mindenképp, ahhoz, hogy kiforjon, mindenképp össze kell törnöm a gyümölcsöt. Mi itt hagyjuk a kállapot? Nem szabad nyitva hagyni. Hát nem jó ötlet. És egyébként, amit mondtál, hogy nagyon kell arra figyelni, hogyha kiforrott, akkor már vagy beviszed hűvösbe az edény, lezárod csontra, ezeket ilyen kapcsokkal le lehet zárni, vagy beviszed hűvösre, vagy elviszed kifőzni, vagy kifőzöd otthon azonnal. Mert utána már melegbe ecetesedik. Már nálatok akkor már olyan ideg van, hogy nem fog egyszeresen. Az jó, az teljesen jó. Hát 15 foknál ne legyen hidegen. Azért az már nagyon lassú erjedés. 15 az szerintem az a 15-16 az alsó határ. Nem állt egyébként ezt mérni a hőmérsékletet, mert ha alácsúszol, nem fog kiforni a pálinkát. Tehát én a tehát én ott vagyok a főzésnél mindig, és akkor faggatom a főzést, horror történeteket mesél, hogy milyen rossz cuccokat visznek be nekik. Darabokban van az alma, nulla alkoholtartalommal. Helybe volt, ezt mesélte, hogy ő se értette, helybe öntötte bele főzés előtt a cukrot, mert valahol hallotta, hogy a cukor az növeli az alkoholfokat. Aztán, amikor látta a főzdés, hogy éppen az utolsó zacskó cukrot önti bele, mondta, hogy nyugodtan a lefolyóba is kiöntette volna a cukrot. Tehát teljes értelmetlenség. Ja, én cukrot egyáltalán nem használok, tehát semmit nem használok, csak tiszta gyümölcs. Lezárta a hordót hermetikusan, csak nem zárom le hermetikusan, csak a kifort. Tehát annyi rés van oldalt, hogy jönnek-mennek azok a gázok, amik kellenek. Nem szokott probléma lenni, ugyanis meg is keverem 2-3 naponta. Nem baj, ha gyakrabban van keverve, de ennyi a minimum. Tehát át kell keverni az anyagot. Amikor fogal a hangos forrásban, az a párban? Hát utána se, hát csak utána elég ritkábban átkeverni. Ez általában ezen a 25 fokon, hogy
másfél hét alatt kifolyt. Nekem is már van tapasztalatom, mert az viszont nem nagyon késő összünk, tehát akkor már nincs meleg. Tart a hangos forrása, addig egyszer-kétszer visszanyomom a hangot. Hermetikusan le van zárva egy kutyogóval. Azt is lehet. Ordó tetejét megfúrtam, tömszeren szépen egy kutyogót, mint a borban, és volt, hogy nem volt rá időm rákület, mert tényleg nem, nincs ahol kifőzzem, vagy egy ideg van mindenhol. Nyáron szoktam kifőzni, és volt, hogy elfelejtettem, két éves dísert főztem ki, úgyhogy most vagy csak elpazarlom az időt, vagy lesz belőle, és egy hibátlan se egyszer szava nem volt, nem is se jelent meg rajta. Hát ha tudod. Két évig nem nyitottam fel a horzsot. Igen, ez de akkor is rizikós, ha túl melegben van, tehát ha tudod, akkor akkor hihető, igen, hihető. Hihető, jó. De viszont oxigént nem látott, mert ugye önmagában... Hát az a lényeg, hogy oxigén utána már nem ennyi. Széndioxid párt a tetejére, ugye azonnal lezárt mindent, a kutyogó lemegette vissza. Igen. És két év után is ki tudtam főzni egy hibátlan és alapályokat. Igen, ez is egy járható út. De kár elhúzni egy finom anyagot, nem, ilyen sokáig. Nincs, nem tudsz egy hetet használni, hogy főzzél, akkor ez van. Az erjedés az nem bioxigén. Erjedéshez? Dehogy nem. Kutyogóval nem lenne oxigén az. Hát van benne oxigén. Tehát eleve van fölötte, tehát nem szabad eleve teletölteni a hordót. Meg valójában, hát sokszor az ember 4/5 is megtölti, de tovább nem célszerű. Sőt, van, aki teljesen megtölti, de az a hibás. Tehát az ki is fut belőle, az kezelhetetlen. Meg én azt mondom, azért néha nem árt megkeverni, akkor meg eleven megy bele az oxigén. A vége fele már nem érdekes, mert akkor már ugye minimális oxigén kell, mert nagy része el van forva. Akkor ez már csak ilyen dolog. De ez egy jó. Hát a javát elmondta. Érdekes, hogy ennél merült fel a legtöbb kérdés. Hát van egy ilyen nagyobb léptékű, egy ilyen híres főzdében voltunk ilyen szakmai úton, Új Szilváson. Hát azok ott mind, ami díjakat nyertek a pálinkáikkal. Csinálnak kökénytől kezdve csipkéből, mindenből pálinkát. De mondták, hogy csipkéből, 100 kiló csipkéből van egy liter pálinka, mert cukrot nem adnak hozzá. Aztán szintén ilyen kis léptékű házi technológia, ez a almahámozó, daraboló. Tehát ez olyan cucc, hogy oda teszed az almát, tekered, és akkor ilyen almaszeleteket kapsz meghámozva, és aszalásnál az óriási, mert pillanatok alatt. Ott lehet látni a sarokban, tehát olyat csinál. Te egy magyar, azt hiszem magyar termék. Aztán kerül ebbe a napaszalokba. Nagyrészt saját gazdaságomban készültek a képek. Kerül egy ilyen napaszalóba a termék, ott fölül vannak a rekeszek, a meleg levegő meg áramlik föl. Tehát ez egy nagyon kíméletes haszalás, maximum 40-50 fokos levegő áramlik. Ízben egyébként óriási különbség van, tehát nekem vannak ilyen állandó kuncsaftjaim, akik mindig követelik a aszalgyümölcsöt, és olyan igények vannak már, hiába adom drágábban, mégis, tehát a ízben akkora különbség van, hogy simán megveszik. Ez egy ablaküveg? Sima hármas üveg. 40-50 és a 70 fokos aszalás között? Igen. De azt a különbözőm a 70 körüli gyümölcsökre, de plusz-minusz ez a 70. De mi 50-et nem múljuk felül. Akkor ugye az a jó, ha ennél jobban vagyok szegényben, de legalább 70 fokot fel tud vinni. Gyorsabban megvan, viszont jobbak így az ízek. Nem dolgosodik be, mert jó, nálunk van egy olyan speciális lehetőség, hogy éjszakára egy sparhelt fölé föl tudom rakni egy méterre a rekeszeket, tehát éjszaka is megkapják azt a 50 fokot. Mert hogyha ha nincs napsütés, akkor ugye gáz van. De hogyha csinálsz egy fatüzeléses asszalót, azt hiszem lesz olyanról is kép.
akkor is ügyelni kell ezekre a viszonyokra. Tehát én láttam, hogy fatüzelés és a szalóban megsütötték a szilvát. Jó íze volt, de az nem a szalt szilva. Igen, ez is egy feldolgozási módszer, tehát tejet hogy lehet csinálni. Bár ez egy bika, de... De ő igen. Ő továbbra is gyártja belőle a tejet. Ez a, ami az első kép volt a homorodalmási, ez arról a 80-100 éves almafák. Hát erről előbb volt szó. Aztán így különféle lehetőségek, tehát hogy ez is a szántó, de mellette az ott a gyümölcsös, ez is Erdélybe készült ez a kép. Hatalmas, 100 éves almafákkal. Hát ez a vízi gyümölcs termesztés, nem egyébként csak nagy körülbelül ezek az adottságok, hogy időnként elönti a víz a gyümölcsösöket. Nagy körülbelül van? Nagy körülbelül a Balogh Péter. Ő jó a Balogh Péter egyébként, amennyi látszik belőle. Hát aztán vannak ilyen kuriózumok is, hogy ez egy kajszifa, van meg ott egy kicsi házikó, de hát én ekkora kajszit még nem láttam, és ez ott van tőlünk nem messze. Ez egy tonna kajszit tud teremni, amikor éppen olyannya van. Nyolc hordó, a lekváron egyebeken kívül 8 hordó cefre. Egy fáról. Ez azt hiszem, hogy a Kászon völgybe készült. Semmi különös. Hogy kezdődik a ideális? Tehát ha létre akarunk hozni egy alkalmazkodó gyümölcsöst, sok pénz nem kell hozzá, egy kapa, magokat szerezni és elvetni. És aztán vagy beoltod a fákat, vagy nem oltod be. Én már olyan kísérleteket is csinálok, hogy nem oltok be almákat, hanem hagyom, hogy mi lesz belőle. Bocsánat. És nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak a magoncalmákkal is. Tehát nagyon jó fajta, nem mind, de legalább a fele a magoncaimnak nagyon jó és különleges télálló fajta lett. Hát a bódis alma, az termett egy olyan, nem én ültettem azt, hanem magától kelt ki, és csak egy idő után követtem, szerintem egy 8 év után kell tény, hogy egy kicsit később kezdett el teremni, hát a magoncok nyilván később teremnek, de a batulnak a magonca, azon rajta van az évszám, nem tudom, na, hát szerintem az is egy 6-8 év után kezdett el teremni. De a bódisalma az utána két ládát terem egy évbe, és most 11-12 éves fa. És annyira télálló, hogy augusztusban még ettünk, következő augusztusban. Persze válogatva volt. Következő lépcsőfok, amikor hát vagy beoltod, vagy nem oltod, ez az a rész, amikor beszemzed a mesterrel, a mester és tanítványai. Ez már egy visnyaszéplaki kép, a közösségi iskolában tanítottunk szemzést. Aztán, amit beszemeztünk, megerett, azt elültettük. Itt egy kicsit más a talaj nálunk, mint nálatok, mert tegnap az ilyen katasztrofális gödörásás volt. Aztán, hát ugye kalákákat szervezünk, ez a, ahol tegnap voltunk, ez ott készült. Ez a 13-as. Így van. Igen, ez ott készült. Nem. Hát nem, nem, mert a Csaba akkor nem volt. De ez nem is ott van, ez Márton bácsinával él akár, ez nála van. Igen? Persze, megismerem a helyet. A kőről. Ezért inkább a Szávai Márton. Egyébként lehet, biztos igazad van. Mert a következő kép is ott van, a Biolyos Provencia. Igen, igen, ez biztos, hogy ott van, a Firtos van a háttérben.
Hát a terepviszonyok és az eszközök azok nem mindig ideálisak, de az alkalmazkodó gyümölcsész alkalmazkodik a kihívásokhoz. Mentő láda mindig legyen velünk. Ez már egyszer volt. Ez is. Hát a szeptember szépségei, Visnye szép lakon. Tehát amikor 20 féle almát ott összegyűjtesz, meg szőlő, meg minden. Egyrészt, ha tudná élvezni az ember, és nem kéne folyamatosan dolgozni, akkor nem egy ideális. De vasárnaponként lehet élve. Hát, ez is volt. Azért mondom, hogy a... Ez a mobil? Igen, ez az a... Ez is egy kicsit nagyobb léptékű, de egy magyar találmány, legalábbis úgy tudom, hogy ilyen utánfutóra szerelhető gyümölcsprés, de ez ki tud, nem is tudom hány tonnát mondtak egy nap, 2-3 tonna gyümölcsöt ki tud préselni. Ez egy... Igen, de ez konkrétan egy bogyós, tehát hogy ők bogyóst préselnek, ribizlitől kezdve cseresznyéig, és tehát ez erre van kitalálva, tehát van a prés, a pasztőröző, zacskózó rendszer. Ez is mintha lett volna. Benne van egy ilyen fekvőkéményes asztaló, ez nekem nagyon tetszett. Alul van egy, sajnos nem olyan jó a kép, nem látszik, de itt van egy fekvőkémény, tehát valahol itt van a tüzelés kívül, a falon kívül, és hát itt megy ki a kéménynek a másik része. De a közvetett fűtés az egy jobban szabályozható és egy kiméretesebb hőmérsékletet tesz lehetővé, ezt telerakják rekeszekkel vagy cserényekkel, és ez már szinte, nem is kisüzemi, de egy kicsit nagyobb gazdaságot feltételez, mert be lehet rakni egy-két mázsa gyümölcsöt a szalni. És akkor egy fatüzelés, igen, igen, egy fekvőkéményes asszalónak hívják. Hát attól függ, hát folyamatosan azért nem, tehát attól függ, milyen a tűzték kialakításod, mennyire tudod szabályozni. De kell rakni a fát, hát mindent lehet automatizálni, szerintem ez nem kell. De nincs benne hőtartó közeg. Dehogy nem, hát tégla az egész. Hát akkor vigyük valami, tehát hogy éppen és emiatt szabályozható, tehát nem tudod túlfűteni gyakorlatilag. Tehát itt nem megy föl 80 fokra a hőmérséklet. Ott persze. Én egyébként, ha szép lakon beindul a rengeteg gyümölcs, én egy ilyet szeretnék valahogy majd létrehozni ott, ugye egy közösségi gyümölcsasszalás. De ez ugyanolyan napaszoló, csak kicsit nagyobb mértékben, vagy nagyobb méretben, kicsit dizájnosabb. Hát ez meg itt ismerős lehet, ez ugyanez, mint a húsos szilvából, ahogy itt főzik a lekvár. A panyolán is hasonló. Csak ott az egy kultikus, tehát ott már a fél ország tudja, meg turizmust építenek rá erre a fajta lekvár főzésre. Maga a szilva az semmi különös, én kóstoltam azt a nem tudom szilvát, az jellegtelen, de állítólag a cukortartalma nagyon magas, meg olyan a sav arány, hogy nagyon finom lekvárt főznek belőle. Ez ott van szakmában, hogy penyigei. Penyigeinek is hívják, nem tudom szilvának is hívják. Hát különféle nevei vannak, de ugye, hogy nincs semmi különös íze, tehát egy best egyszerűnek nem rúghat a labdát. De még egy húsos is magasan megy. A húsos nagyon finom, tehát az majdnem best egyszerű. Aztán ez egy bicikli kerék, tehát hogy ne kelljen, vagy kívülről lehessen keverni. Ez ott egy ilyen, valaki kitalálta egy ezermester, ez is volt már. Aztán hát, hogy a gyümölcsös ugye nem csak gyümölcs, meg pálinka, meg lekvár, meg aszalvány, hanem te is, ahogy mondtam. Tehát rengeteg haszonvét van a méhészettől kezdve, de úgy, ilyen haszonvét a kikerülő fa is. Tehát egy meccésnél, vagy
ha van egy komplex rendszered, akkor abban vannak idős fák. Tehát tegnap is mennyi fát összegyűjtöttünk, pedig éppen hogy csak dolgozgattunk egy kicsit. Antos Tamás vizet és számítál, vagy legalábbis ő elmondta. Becslést inkább becslést. Én azt mondanám. Tehát neki, ez lent van a Dráva mentén, Parkóton, egy hektárról. Egy. Egy hektáros egy. Ilyen bő egy bölcsősből hektár. Soha egy négyzet, köbcenti fát nem vett, és mindig mindent kifűtött vele, egy egész kumbiát. Időnként jó, hát nem állandóan, de amikor rendezvény van, az egy kastély. És soha nem vett fát, de voltál ott, Laci, ugye? Az egy beágyümölcsös valójában, tehát ott nagyon öreg fák is vannak. Mindig dől ki egy-kettő, meg nem csak gyümölcsfák természetesen, hanem az annyira vegyes rendszer, hogy ott egyéb juhartól kezdve. Elmenni, hogy azt lássuk, hogy hova járatható egy rendszer. Hát egyrészt meg nagyon... Egy egyhektáros kastély kert, de oda járnak be bőgni a szarvasok. Tehát szarvas meg is idején voltunk, volt éjszaka, csodaszép volt minden. Meg a nádi farkas, annak is bejárnak. Meg nagyon jó képzéseket szerveznek ott. Nem, ez évszázados, ez a kastény park. Na de arra jó, hogy lásd, hogy milyen, amikor beállt egy rendszer, és a csodák világa. Soha nincs az, hogy ne legyen almája Péternek, vagy Tamásnak, de neked sem. De a Tamásnak volt, hogy nem volt almája, például tavaly nem volt almája. Tavaly nem volt? Nem, nekünk volt. De ez a szép, hogy vitázni szoktunk most a interaktív kollégával. Nagyon jóba vagyunk egyébként, de ő neki az a szempont, ami az intenzívnek, neki legyen mindig gyümölcs. És mert neki nem egy ilyen rendszere van, hanem ő örökölt egyfajtájú, vagy ha nem is egyfajtájú, de olyan gyümölcsöst, ahol nem ez a rendszer van, és azt mondja, hogy ott nagyon eluralkodott a bizonyos kártevők, ő muszáj rézzel és mészszel is kéne permetezzen. De gondot fordít rá, és minden évben van gyümölcse, az egy másik kérdés, hogy milyen áron. Minden rendszer átalakítható, de itt egy fontos különbség a két rendszer között, amire rátapintottál, hogyha egy mai intenzív gyümölcsös, tehát egy iparszerű gyümölcsös, ami matrix, tehát csorba ültetett fák, semmi növényzet, csak a gyümölcs a cél, és technológia igényes, ha ezt magára hagysz, ez hagyod, betegség, haláleset, bármi miatt, az egy vagy két év alatt összeomlik. Tehát két év múlva az katasztrofálisan fog nézni, sírsz, ha ránézel. Ha egy ilyen rendszer, amit mit csinálunk, magára hagysz 5 évre, kicsit bedzsungelesedik, ennyi. Tehát mi, mikor oda mentünk Széplakra, dzsungelekből bányáztunk ki alma meg körte fákat, amik teremtek. Kicsit ki kellett tisztítani, mai napig teremnek legtöbbje. Tehát ez is egy nagyon komoly előnye ennek a rendszernek. Igaz, nem fog tízszeres vagy százszoros hasznot hozni neked, de mindig lesz gyümölcsöd, fád, meg amire ráépíted a rendszert, akár mézed. Egyébként egy ilyen, tehát ezért is ilyen óriási dilemmák vannak a modern gyümölcsészetben, hogy valaminek be kell porozni, de a vegyszert használsz, akkor megölöd a mélyeket, milyen vegyszerrel, stb. Ráadásul az a méz, amit már vegyszerrel kezelt fáról gyűjtenek a méhek, hát szóval egy csomó ilyen paradox helyzet áll elő, itt de hát az egy iparszerű. Ha virágzás idején nem volt permetezve, akkor az bioméznek számít. De virágzás idején általában szeretnek permetezni, mert hogy akkor a leghatékonyabb például a monilia ellen. Csak ezt méhészekre sem. Hát jó, azt írja rá. Az a baj, hogy az ellenőrzés, baj, nem tudom, nem lehet másképp ellenőrizni, azt nézi, hogy mit írsz be a naplóba. A naplóba azt írod, hogy virágzás előtt permeteztél, akkor azt hiszik el. Bármikor permetezhetsz. Legalábbis nálunk ez van. Hát ezek ilyen régi eszközök, amiket ma nem is tudom melyik könyvből gyűjtöttünk ki. Tessék? Az első nem lett így.
Hát végig, várjál, végig nem is fogjuk szerintem. Hát ilyen kacorszerű dolgok, meg ilyen meccés, nagyon régi meccéshez használatos eszközök, varajzok. Föl lehet venni. Tessék? Föl lehet venni ilyet valahol biztosan. Hát föl, meg hát a kacorra hasonlít is például az alsó. Te ősi meccsollók. Nem, nem. Nem az már. Ezt azért raktam be, mert a, tehát ez a létre egy nagyon okos találmány, tehát ezt valahogy kellene valami modernebb formáját kitalálni, mert ezt könnyen be lehet állítani a fába, tehát egy nagy fába, mint ezeket a kettős létrákkal nagyon nehéz lavírozni. De különös ez a második, tehát ez egy még keskenyebb változata. Valaki azt mondta, hogy ezt Olaszországban modern változatban lehet, vagy használják. Én gyümölcszerű létre láttam olyan, hogy három szintet, alul megvolt az amit 78 centi szélesség, fönt durván úgy, hogy egy középhasznagságú ágat is be tudjon fogni. Megvoltak a fokok, és mi harmadik pont neki támaszott a magas tárgyal. Tehát kettő ugye szélesen, és fönt igen. Mi volt a létre. Szerintem lehet, hogy nem, erről beszéltek. És ez arra hajaz. Hát ez meg egy klasszikus gyümölcsszedő, szerintem ezt biztos ismeritek. Ezt ma is lehet kapni. Jó magas fád van, akkor nagyon hasznos. Tehát én mindig használom. Van olyan, amit már nem lehet elérni, csak ilyennel. Szintén. Azok a fésűs dolgok, azok mik? Hát... valószínűleg, tehát ez ilyen áfonya, nem tudom elolvasni, de én annak tippelem, hogy ilyen a homoktöv is se nagyon lehet mással leszedni. Bár arra most mondtak egy technológiát, nekem nincs homoktöv sem, de hogy ezt meg... hogy levágják az ágokat, fagyasztóba teszik, és akkor lepereg. Én csak levágották, ugye nem tudom látható is, hogy ez is sokszor törzsön is tele van. Ököd a törzs kivágásával kezdeni. Nincs homoktöv sem, úgyhogy nem tudom. Ezek szintén, az talán valami prés akar lenni ott alul. Hát sajnos nem olyan jók a képek. Itt talán lesz néhány gyümölcs. Ezt azóta kiderítettük, hogy ez egy nagyon jó cseresznye, hogy május 20-án ez már bordó, tehát ez kb. Május 20-ai kép. Ez szép lak időjárás is. És valószínűleg ez a Bigaro Bullat nevű tényleg régi gyümölcs, vagy cseresznyének a helyi változata. Aztán vannak ilyen sárga cseresznyék is. Ez nem éretlen, ez érett állapot. Most gondold el, milyen jól mutat a piros, meg a sárga egymás mellett. Meg van fehér, ilyen világos fehér is. Nem permetezett gyümölcsökről van szó, tehát ez is nem permetezett húsvéti rozmaring. Hát eddig áll el? Nem áll el májusig egyébként, szinte akárhogy válogatod, bekásárosodik húsvétre, aztán vége. Egyébként meg, ha nem ilyen rendszerben, tehát a húsvéti rozmaring példát mondták el szakemberek. Tehát ha nem ilyen rendszerben termeled, tehát ebbe a vegyes, ligetes rendszerbe, akkor az egy betegségre nagyon érzékeny fajta. Tehát húsvéti rozmaringot állítottak be iparszerű termelésbe, hát olyan alapon, hogy az egy régi fajta, biztos ellenálló. Nem. Egyik legbetegebb fajta lett. Nekem van többféle változatom, ligetben vannak, nincs velük semmi gond. Hát ez is egy kuriózum, a vérbélű körte, ami belül is piros. Finom is, de az íz az semmi extra, de egy látvány nagyon kapás. Ennek viszont az íze extrém, extra finom és karakteres íze van, pálinkája az meg valami csoda. Egyetlen egy fát ismerünk, az szerencsére visnye szép lakon van. Hát ezt is homolódalmáson fényképeztem egy ilyen kis... Nagyon finom ez az alma. A Máton bácsi mondta rá, hogy mustos alma, biztos az is. Cíka. Megismertétek?
De a kanadai szürkelenet, ez egy nagyon izgalmas alma. Hát a házi berkenyéről tudjuk, hogy nagyon lassan nő. És hát amennyi idő alatt ez megnőhetett, ez több mint 200 évesre satszoljuk ezt a fát. A tulaj szerint olyan 7-8 mázsa berkenye van rajta. Házi berkenyéről tudni kell, pálinkának használják elsősorban. Szerintem legfát senki nem főz belőle. Viszont régen ilyen gyógyszerként használták a házi berkenyének a pálinkáját. Valami olyan összetevője van. Az oroszok radioaktív sugárzás megkötést használják. A berkenyét vagy a pálinkáját? A berkenyét. Pálinkáját meg megelőzés. Aztán van egy olyan szépsége is ennek a szakmának, vagy hobbinak, vagy nem tudom minek hívjamnak, hogy tudsz tartani ilyen fajta bemutatókat, hogy ez azt hiszem 35 féle alma volt egy ilyen februárban, egy februári konferencián. És de nagyon sokszínű ez a... Bár ez a 35-ös szám, ez amellett ugye nem tűnik soknak, hogy új fehér tón, ott van egy fajta gyűjtemény, sajnos ilyen ipari szinten kezelik. 1500 kárpát-medencei almafajta van összegyűjtve. Csak a... Mert tudom, mert csinál, csak helyi tájfajta van, a saját portája 100... 100-200 között van. És mi sokkal értékesebbnek tartjuk a kicsiben, tájegységenként való kicsiben, tehát az ilyen 50-100 körüli fajta megőrzéseket, vagy amikor helyben őrzik meg az ember, mint hogyha összegyűjtik néhány ilyen központba. Egyrészt, mert ott nem tudják rendesen kezelni, hanem csak iparszerűen, sorba ültetve, stb. És nem is jönnek ki a karakteres túra. Tehát ha oda viszel mondjuk Újfehértóra, ami hírségben van, egy mátrai körtét, az nem fogja azt nyújtani Újfehértóra, mint a Mátrába. És egy teljesen kommersz, lehet, hogy íztelen valami lesz közben, meg az egy nagyon finom gyümölcs. Tehát ezért mindenképp a sok-sok apró kis központot tartjuk fontosnak. Másrészt meg, hát gondoljunk bele, ott van 1500 almafajta. Egyszer az egyik kormány úgy gondolja, hogy nem ad pénzt a gén megőrzésre. Az két év alatt tönkre megy az egész. Ezt csak azért mondom, mert Berecki Máté, aki nem tudom az ő neve kinek ismerős, ő pontosan így járt. Ő a 1800-as években, hát őt tartják a pomológusok atyának, vagy a hazai gyümölcsészet úttörőjének. Én annyira nem vagyok odaérte. De tény, hogy ő az 1800-as években összegyűjtött több száz gyümölcsfajtát, egy, azt hiszem, hogy Békés megyei birtok, ebben nem vagyok biztos. De valakitől kapott egy területet, ő, neki nem volt akkor a földje, és ott gondozta ezeket. De halála után nem is a saját tulajdona volt, nem is volt, tehát egybe volt gyűjtve, 20 év múlva nyoma nem volt a gyűjteménynek. Gyakorlatilag tönkre ment. Viszont a sok kis helyen sok-sok ember őrzi meg ezeket a dolgokat, nem csak a gyümölcsöket, hanem ezt a szemléletet is, akkor az sokkal maradandóbb. Eleve ez a rendszer is maradandóbb. Tehát ő sorba ültetett, tehát úgy tudjuk. Az eleve determinálta, szóval, hogy... Jó, akkor megint milyen rendszerű beszélgetünk, mert ebből neki még nem ért át, hogy ligetes, sok színű. Miről beszélünk? Milyen fajta gyümölcstermesztésről beszélsz meg? Tehát az, hogy elmondtam azt, hogy nem azt mondja, hogy ide. Hogy ligetesíted a fákat és nem sorba ültetek. Meg hogy hagyod a fákat nőni szabadon. Azt majd arra visszatérünk, azt mondtam. Később, de akkor milyenek a rendszernek a működési elvek? Hogy kérdezem meg? Hát ennek az alapja az, hogy azt lehet, hogy mondtam, de lehet, hogy tegnap mondtam, hogy egy vegyes rendszer, tehát hogy az különféle életkorú
fákat, és különféle fajú és fajtájú fákat gyűjtesz össze, lehetőleg olyanokat, amik szeretnek a környéken. Tehát nekünk is az elsődleges volt, hogy a környékbeli ott láthatóan virulens fajtákat gyűjtsük össze. Illetve mivel voltak már, tehát nálam is volt egy-két idős fa, gyakorlatilag azokat egészítettem ki. Egyrészt... Idős fád, az mert volt az két, nem, amikor egy szántót kezdtél el be? Az nem, az csak jó, ha van. Uh-huh. Mert vannak alapjaid. De nyugodtan az, hogy a szántóba ültettem egy medgyet, és akkor abból lett egy liget. Tehát azért alkalmazkodó gyümölcsészet, mert... Vagy mondjuk inkább, hogy együttműködő gyümölcsészet. Te is együttműködsz vele, ő is együttműködik veled egy idő után. Tehát talán specifikus gyümölcsöket használsz? Ugye? Elsősorban igen. Persze, hogyha megszeretek, ez az alma, ez fantasztikus, akkor azt oda viszem, megpróbálom, vagy sikerül, vagy nem. Legkevesebb hibaforrás a környékbeli gyümölcsökkel van, mert azokat már tudjuk, hogy azt a klímát szeretik, azt a talajt szeretik, jól érzik ott magukat adott körülmények között. De azért mindig visz az ember. De a többség ne a küls kívülről behozottra épüljön, hanem a helyire, helyben szeretőre. És ha van egy vegyes rendszere, tehát volt egy olyan szempont is, hogy májustól decemberig folyamatosan legyen érő gyümölcsöd. Ezt meg lehet csinálni 11-2 év alatt, vagy legalábbis nálunk már beállt ez a rendszer. Harmadrészt, hogy ami nem egy könnyű, tehát nem tudom, a permakultúra az mennyit mond, tehát az valójában az egész életteret kialakítását jelenti. Tehát egy permakultúrás rendszer, eredetileg ezt a Bajor Bélától tudjuk, eredetileg magas gyümölcsökre és gyümölcsökre épül. Tehát ez az alapja. Tehát köré épített ki a zöldséges kertet, a gabonát termelsz, a kis tavat akarsz csinálni. Tehát az egész élettered úgy alakított ki, de az alapjai a gyümölcsök. De nagyon nehéz ezt így elmondani, inkább... Ligetesítés. Mert eddig még, amit elmondtál, ez mind ugyanúgy... A ligetese, mi arra gondolunk, hogy, vagy úgy értelmezzük, hogy ez egy szellős rendszer. Tehát, hogy nem zsúfoljuk össze a gyümölcsöket. Igen, vagy még ritkábban. Ez függ azért a felszín, vagy a tájtól is. Tehát, hogy milyen a domborzat. Nyilván vannak ilyen alapszabályok, hogy a északi oldalra ülteted inkább a magas fákat, tehát inkább oda csinálsz egy magas fákból egy fasort, mert akkor már nem árnyékolsz le ott semmit. És ahogy jössz délfelé, úgy kisebb fák vannak. De utána 8 méteren évek múlva még tudsz sűríteni. Hát meg van, amikor kipusztul egy fa, tehát ezt folyamatosan alakul ez a rendszer. És te is, tehát van egy kérdez-felelek játék, amit így nehéz elmondani szavakba, tehát látod, hogy valami nem tetszik a fának, akkor valami kis beavatkozást csinálsz, akár metszésileg, vagy odaültetsz valami mást mellé, vagy virágokat, és akkor reagál valamit rá. Tehát ez egy ilyen figyelő rendszer. Nem az van, hogy van egyfajta technológiád, és azt alkalmazod mindenre, hanem szinte minden fával vagy valamilyen kapcsolatban. Ezért nem is szabad, tehát 1000 fa fölött, vagy 500 fa fölött szerintem ez nem is tud működni. Vagy másképp működik ez a rendszer. De akkor már nem tudsz kapcsolatot épni. Ez már kicsit ilyen talán anasztáziás szemlélet, ha bár én azt csak így felszínesen ismerem. Hát meg arról nem beszéltél, de neked is tele van. Tehát minden szintet működtetsz, ami a permakultúrás rendszer is, de hát nem permakultúra, ez a természet így működik, hogy a gyümölcsösben jó, hogy most olyan kép nem volt, de vannak bogyósai. Igen, mondtam, a zöldségmálna, tehát a zöldséges kertnek is megvan a helye, és ezt mind... Mondjuk meg volt, nekünk adva volt a zöldséges kert. Azért mondom, hogy nem nagyon lehet erre olyan alapszabályt leírni, hogy ezt ide, ezt amoda, egy ilyen együtt gondolkodást igényel.
jó, hogyha van egy ilyen szakembered, Baj Béla vagy hasonlók, akik segítenek ilyen apró tanácsokkal. De én most pár éve kitaláltam, hogy hát őszi barack az baromi jól érzi magát. Nem ilyen oltott barackokról beszélünk, hanem ilyen magoncokról. Baromi jól érzi magát ott a kert környékén, akkor még ültettem párat a kert környékére, úgyhogy ne árnyékolja és ne jelentsen konkurenciát a zöldségeknek, de azért ott jobban szereti azt a lazább talajt. Tehát, hogy ilyen apró, ha beválik, akkor ezt fogom nyilván forszírozni, nem válik be, akkor látom. És ez hogy van, hogy ez csak a tiéd, vagy ez a falué, és mekkora a terület hozzá? Tehát, hogy ez... Amit mutattam képeket, az saját, de a... Tehát tartottunk ilyen képzéseket az utóbbi években, és az, erre elég sokan jártak a faluból, hogy ezt így csinálják. Tehát most már főleg mivel ilyen beköltözős társaság van, ezért majdnem mindenki ezt csinálja. Az enyém, amin ez a rendszert alakítom ki, tehát van egy ilyen 4 hektáros, ami részben ilyen erdős, dzsungelesedett terület, arról csak egy-két kép volt. A felem meg ez a, ami kaszáló volt, és, vagy szántó volt, vagy parlag volt, és azt alakítottam át ugye legelővé. Az erdős résszel meg ott próbálom a más, tehát a dzsungelesedett oldaláról kialakítani a gyümölcsös szintén. Arról is beszél, mert azt itt a gyakorlatban is akár meg tudjuk mutatni, hogy például egy sűrű szilva dzsungelből, hogy alakítasz ki egy ligetes. Tehát egyrészt keresel még más fajtákat, tehát nálam például találtam benne diót, bogyorót, aztán néha akad egy-két vadalma, akkor azt beoltod. Tehát hogy egy kicsit vegyesebb legyen a szilvás. De sokat ki kell leszedni belőle, mert ha már nagyon sűrű, akkor nem is terem, nem is tudsz bemenni, és ő se érzi jól magát. Tehát, hogy így el meg kell találni ezeket a ideális viszonyokat. De nekem van olyan akácosom is, ami ráakácosodott néhány, vagy vala a meglevő gyümölcsösre. Ott szépen az akácokat kijebb raktam, tehát a belső részekről kiszedtem, adtam teret a gyümölcsöknek, almának, körtének, és most egy nagyon szép, hát arról sajnos nincs képem, de okvetlen fogok csinálni, egy nagyon szép, füves, gyepes, ligetes, viszonylag idős fásrendszer lett belőle. Lantos Tamás csinálta azt, hogy neki volt egy ilyen közel 2 hektáros területe, ami totál be volt dzsungelesedve, te láttad? És kipróbálta azt, hogyha berobbanod, és az összes oltványát, amit szépen kitakarított minden tavaszra, bármit csinált az őszényfelek. És akkor ebben a dzsungelbe nem csinál semmi más, csak elkezdett haigálni, mert a gyümölcs ma kevesebb volt. És elhaigált különböző gyümölcs magokat. Néhány éven belül ezek szépen ügyesen magoncként elkezdtek nőni. És mivel dzsungelben volt, tehát nem találta meg az őzösok más mellett, gyönyörűen felnőtté azt a szintet, amikor ha be akarta oltani, beoltotta, ha magoncként, akkor magoncként, és már elég nagy volt ahhoz, hogy ne bántsa semmi, akkor szépen kitakarította a körülötte. És gyakorlatilag egy hány év lesz, 10 év alatt egy viszonylag szép gyümölcs is lehet. Igen, csak olyan nála sincs sajnos, ezt is, hogy utána se bántja semmit. Tehát utána is meg kell csinálni valami minimális védelmet, mert ha be tud járni az őz, akkor utána is jó, tud kárt okozni, de tényleg így működött. Tehát amikor teljesen, tehát ezt beszéltük mi ott vele, hogy amikor a magról ki kell, és ott helyre begyökerezik, és esetleg ott helyre be, hogyha van erre lehetőséged, akkor ez a legcsodálatosabb. És ez van a legközelebb ahhoz, amit a természet csinál. Olyan szempontból is, hogyha a legideálisabb, ha te magad megtalálod azokat a vadalma vagy vadkörte csemetéket a területen, amik valahogy odapottyantottak, ott kikeltek, és ott jól érzi magát, és azt vagy beoltod, vagy nem oltod be. A következő, ami kicsit ennél ott, ez a legideálisabb. Tehát ha az ott lévő vadalanyagból akár galagonyára is lehet egy csomó mindent oltani.
Tehát ha az ilyeneknek a kezeléséből indulsz ki, aztán a következő, amikor elveted a magokat, akár így, amit a Tamás csinál, az is egy jó módszer, mert akkor is általában azok kelnek ki, de az nagyon sok magot kell vetni nyilván, mert a legtöbb nem fog kikelni. Következő, hogyha te már csinálsz neki helyet, és te ülteted el oda, ahol szeretnéd. Én csináltam olyat, hogy megástam három szem magnak a 80x80 centis gödröt. Tehát 80, ugyanúgy, hogy fát ültetnék, 80x80-as gödröt megástam, alul komposzt, és fölül egy tejfölös pohárba beraktam a három szem magot. Hogyha kicsirázik, utána ugyanúgy érezze magát, mint hogyha ültettem volna. Bevált egyébként, mert teljesen jó kis csemeték lettek belőle. És volt, amit utána beoltottam, de volt, amit meghagytam. És ez, amit említettem, ezekből lettek ezek a jó kis magonc gyümölcsök. Tehát ezt is lehet. Aztán hát a legrosszabb az, amikor sorba ülteted a faiskolai. Ez a másik véglet, tehát arról mindenkit lebeszélni. Egyrészt faiskolában ma már vadalanyt gyakorlatilag nem használnak, különféle klónokat, amik egy intenzív növekedést eredményeznek, és viszont rövid az élet, átlag életkoruk. Meg hát sok egyéb hátránya is van. Magyarországon mióta terjed ez a gyümölcsészet, azóta jó néhány faiskolás ráállt a vadalanyos oltásra. Azokat meg kell keresni, ha valaki onnan akar kiindulni, de a köreinkben, tehát van ez a Kárpát-medencei gyümölcsész hálózat, köreinkben gyakorlatilag minden apró fogás, mindent elsajátítható, de be is szerezhetők csemeték, tehát vannak, akik kimondottan ráálltak a tájfajtáknak a oltására, a szaporítására. Hát ez pont egy ilyen találkozón készült kép, amikor volt egy képzés, és közben meg tartottunk tájfajtákból, illetve tájfajtákból készült gyümölcskészítményekből ilyen bemutatót. Hát ez meg rosszul olvasható, de annak idején csináltunk a hálózat tevékenységéről egy ilyen tehát képzéseink vannak, tanulmányutak, kalákamunkák, amik egyrészt képzések is, mert itt tartunk képzéseket, meg hogy milyen kommunikációs csatornái vannak a hálózatnak. Na, hát ennyi lett volna az alkalmazkodó gyümölcsészet, de ha még van kérdésetek ezzel kapcsolatban, kérdezzetek, mert lehet, hogy nem volt még azért teljesen világos. Most a meccésre beszéljünk elméletben egy kicsit a meccésről, vagy ugyanúgy, mint tegnap kint a helyszínen, ezt kéne eldönteni.